Tavon átcsörtető vaddisznó család, úszó szarvasok, békát csőrébe tartó madár, csillagos égbolt. Egészen különleges alkotások tekinthetőek meg a Balassa János Kórház főigazgatóságán. Megnyílt ugyanis a Mezőföld Természetfotós Egyesület Mi Világunk 2019 című fotókiállítása. 11 alkotó képei kerültek ki a kórház főigazgatóságának folyosó galériájára. A kiállítás anyagát egy belső zsűri válogatta össze az adott időszak terméséből. Az egyesület vezetőjének, a kórház higiéniai osztályát vezető főorvosának képei is kikerültek a folyosóra. Almási István azt mondja, kevés szabad ideje van, de ha épp ráér, szívesen örökít meg érdekes eseményeket a természetet járva. Hetente egy nap, egy délután biztosan, tehát szezonban szarvasbőgésben előfordulhat, hogy 7 napból 5-öt is kintöltök. Az intézmény gazdasági igazgatóhelyettese azt mondja, egyre több egyesület keresi meg a kórházat azzal, hogy ki szeretnék állítani műveiket. Ezeknek a kéréseknek szívesen tesznek eleget. Összetett céljaink vannak, az egyik az, hogy nyilván dekorációs célon van ezen a folyosón, másrészt az, hogy lehetőséget adjunk kollégáknak, környékbelieknek, hogy megmutassák művészetüket, hogy milyen csodálatos képeket tudnak készíteni. Ez most éppen természetfotó, de voltak itt már korábban festmények is, tűzománcok, különböző rajzok. A kiállítás közel 2 hónapig tekinthető meg a Balassa János Kórház főigazgatóságának nyitvatartási idejében, hétfőtől péntekig, reggel 8 órától délután 3:30-ig.